Így hangzik az ige. Az Úr pedig szellem, és ahol az Úrnak szelleme lakik, ott a szabadság. Mi pedig az Úrnak dicsőségét minnyájan fedetlen arccal szemlélvén, ugyanazon ábrázatra elváltozunk, dicsőségről dicsőségre, úgy, mint az Úrnak szellemétől. Csak itt megállok egy pillanatra, mert annyira fontos, hogy ha nincs szabadság, nincs átváltozás. Ahol az Úr lelke ott van, szabadságot ad nekünk, fölszabadít bennünket, mondjatok egy ámen, és akkor leszünk képesek annyira közel jönni Istenhez, hogy az ő jelenléte, az ő dicsősége megváltoztat bennünket. Ma a szabadságról szeretnék beszélni, az Úrban való szabadságról. A Galata 5.13 pedig ezt mondja, mert ti szabadságra hivattatok, atyám fiai, csak hogy a szabadság ürügy ne legyen a testnek, sőt, szeretettel szolgáljatok egymásnak. És nézzük meg az apostolok cselekedete 16. rész, 5. verstől, és kérlek benneteket, hogy most képzeljük bele magunkat ebbe az igébe. Hányan jöttök ebben is velem? Mintha mi lennénk. A gyülekezetek azért erősödének a hitbe, és gyarapodának számban naponként. Eljárván pedig Frígiát és Galácia tartományát, mivel hogy eltiltá őket a Szent Szellem, hogy az igét Ázsiába hirdessék, Misszia felé menvén igyekeznek vala Bitiniába jutni. De nem ereszti őket a Szent Szellem. Áthaladván azért Misszián lemennének Troásba. És azon az éjszakán látás jelenik meg Pálnak. Egy makedón férfiú állt előtte, kérvőnőt, és ezt mondja. Gyere által Makedóniába is, légy segítségül nékünk. Mihely pedig a látást látta, azonnal igyekezik elmenni Makedóniába, és megértvén, hogy oda hívott minket az Úr, hogy azoknak prédikáljuk az evangéliumot. Elhajózván azért Troásból, egyenesen Szamotrákéba mentünk, és másnap Neápoliszban. Onnét pedig Filippibe, amely Makedónia azon részének első gyarmatvárosa. És ebben a városban töltöttünk néhány napot. És szombaton kimenénk a városon kívül folyóvíz mellé, ahol az imádkozás szokott lenni, és leülvén beszélgetünk az egybegyűlt asszonyokkal. És egy Lídia nevű Tiatira városbeli bíboráros asszony, aki féli vala az Isten, hallgat reánk, ennek az Úr megnyitá a szívét, hogy figyelmezzen azokra, amiket vál, mond vala. Pedig megkeresztelkedik mind a házanépével egybe, kéri minket mondván, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, gyertek az én házamhoz, és maradjatok ott, és unszola minket. Lőn pedig, hogy amikor mentünk az imádkozásra, egy szolgáló leányka jöve elünkbe, akiben a jövendőmanásnak szelleme volt, ki az Úrnak nagy haszn, az urainak nagy hasznot hajta a jövendőmondásával. Ezt követvén Pált és minket kiállt, mondván, ezek az emberek a magasságos Isten szolgái, akik néktek az üdvösség útját hirdetik. Ez pedig több napon át tette, Pál azonban megbosszankodván, hátrafordul, mondá a szellemnek. Parancsolom néked a Jézus Krisztus nevében, hogy menj ki belőle, és kiméne abban az órában. Látván pedig annak az Ura, hogy a keresetüknek a reménysége elveszett, megfogva Pált és Sílást, vonák a piacra a hatóságok elé. És oda vezetvén őket a bírákhoz mondának, ezek az emberek zsidó létükre megháborítják a mi városunkat, és olyan szertartásokat hirdetnek, amelyeket nem szabad nekünk bevennünk, sem cselekednünk, mivel hogy rómaiak vagyunk. És velük egybe feltámad a sokaság, ő ellenük, bírák pedig letépetvén a ruháikat, megveszőzik őket. És miután sok ütés mértek rájuk, tömlözbe vetették őket, és megparancsolva a tömlöztartónak, hogy gondosan őrizze őket. Ki ilyen parancsolatot vévén veti őket a belső tömlözbe, lábaikat kalodába szorítá. Éjféltájban pedig Pál és Sílás imádkozván énekkel dicsőítik az Isten. A foglyok pedig hallgatják vala őket. És hirtelen nagy földindulás lett, ugyannyira, hogy megrendülének a tömlöc fundamentumai, és azonnal mennyílának az ajtók, mind, és mindnyájuknak a bilincsei feloldódnak.
És fölselkemény pedig a tömlösztartó, látván, hogy nyitva vannak a tömlösznek ajtajai, kivonva a fegyverét, meg akará magát ölni, azt gondolván, hogy elszöktek a foglyok. Pál azonban nagy fennszóval kiáltá, mondván, semmi kárt ne tégy magadban, mert mindnyájan itt vagyunk. Az pedig világot kévén beugrott, és remegve borult Pál és Sílás elé. Kihozván őket mondta, uraim, mit kell nékem cselekednem, hogy üdvözüljek? Azok pedig mondának, higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz, mint te, mind a te házad népe. És hirdetének nekik az Úrnak igéjét, mindazoknak, akik az ő házánál voltak, és az magához vévén őket az éjszakának azon órájában megmosá az ütésektől, és megkeresztelkedék azonnal ő és az övé mindnyája. És bevivén őket a házába, asztalt teríte nekik, és az egész háza népével együtt örvendeze, hogy hitt az Istennek. Mikor pedig megvíratt, a bírák elküldik a poroszlókat, mondván, bocsásd el azokat az embereket. A tömlősztartó pedig tudtára dálja szavakat Pálnak, a bírák ide küldtek, hogy bocsássalak el titeket. Most azért kimenvén, menjetek el békességgel. Pál azonban azt mondta neki, megvesztőztek minket nyilvánosan. Ítélet nélkül, holott római polgárok vagyunk, és tömlözbe vetettetek. Most alatomban akartok bennünket elküldeni? Nem úgy, hanem jöjjenek ők maguk, és vezessenek ki minket. A poroszlók pedig megmondák a bíráknak a beszédeket, és azok megfélemlének, amikor meghallották, hogy rómaiak. És oda menvén megkérik őket, kivezetvén kérik, hogy menjenek ki a városból. Kijövén pedig a tömlözből, bemenének Lidiához, és mikor látták az atyafiakat, vigasztalák őket, és eltávozának abból a városból. Eddig az Istennek az igéje. A történet, amit eddig elolvastam, úgy kezdődött el a két ige, hogy ahol az Úrnak szelleme, ott a szabadság. Érted? Tehát nem azt mondja, ahol az Úrnak a szelleme ott van, ott van egy jó érzés. Ahol az Úrnak lelke ott van, ott mélyreható változásokat fog hozni a Szentlélek az életedbe, és elmegy, és a legsötétebb részeket, azokat a kényszereket, hazugságokat, bűnöket, sötétségeket, szégyenletes dolgokat napvilágra hozza, nem azért, hogy megalázzon, hanem azért, hogy meggyógyítson, megszabadítson, felemeljen, hányan mondtok ámen, és végre a szívedben szabad légy. Mert ahol az Úrnak a szelleme van, ott a szív szabadsága következik el első lépésben. Azok az emberek boldogok, akiknek a szívük szabad. Akik a szívükben szabadok. Mit jelent az, hogy a szívben szabad valaki? Ez azt jelenti, hogy többé nem kárhoztat semmi. Nem kötöz engem semmi. Nem húz le engem semmi. A szívemben egészséges vagyok. És tudjátok, hogy mi mit szeretnénk? Mi inkább azt szeretnénk, hogy a Szentlélek először a körülményeinket szabadítsa föl. Isten pedig annyira szeret bennünket, hogy először minket szeretne felszabadítani. És néhány dolgot hadd soroljak fel. Nagyon szeretném, ha leírnátok, és aztán megyünk a mai témánkra. Ha szívedben nem vagy szabad, a körülményeidben vagy nem tud az Isten megszabadítani téged, mert nincs értelme, vagy pedig az történik, hogy Isten azt mondja, ha először a szívedben megszabadítalak, a következő lépésben rajtad keresztül a benned lévő lélek, szellem által szabadítom fel a körülményeidet. Ez történt itt az abcselben, majd végig fogjuk venni, meglátjátok, mert egy kicsit most megnézzük, mi van a történet mögött. Nem azt a történetet olvassuk most, amit itt elolvastunk, hanem megnézzük, mi van mögötte. Mögé nézünk az eseményeknek. Az első dolog, amit kell, hogy higgyél, hogy adj egy engedélyt Istennek, hogy már a múltkor is mondtam, hogy ne a felszínen simogasson téged, hanem engedj neki, hogy mint építőmester a Szentlélek mérható változásokat hozzon a szívedbe, és nem baj, ha sírsz egy Isten tiszteleten, nem baj, hogyha eltalálja a szívedet a Szentlélek. Ha úgy érzed most, ma az Isten tiszteleten is, hogy ez a prédikátor nekem prédikál, honnan tudja az életemet, akkor pontosan erre céloztam. A Szentlélek téged jött eltalálni. Ha Istentől van egy üzenet, Istentől van egy tanítás, akkor ezért van, hogy úgy érzed a gyülekezetben magad, hogy megint telibe talál. Megint pont azt talált el, ami a szívemben van. Mert a Szentlélek pontosan ezzel szeretne foglalkozni. Hogy úgy menjél innen ki,
szabadsággal, hogy az Úrnak a szellemének a jelenlétében voltál, és azt tudod mondani, nem egy feeling, egy érzéssel távoztam az Isten tiszteletről, hanem valóban beteg voltam, és meggyógyultam. Valóban tele voltam félelemmel, és megszabadultam. Valóban tele voltam egy sötét bűnnel, és megbocsájtott az Úr. Ez a valódi szabadság. És 24 órán át fog tartani minden nap, ha vigyázol, mert figyelitek, a második ige, amit olvastam, az volt, hogy vigyázzatok, ha eljutotok a szabadságra, akkor vigyázzatok, hogy a test vissza ne csinálja megint ezt az egészet. Vigyázzatok a szabadságra. Ezért jött el a Szentlélek, hogy szabaddá tegyen bennünket. Ne félj, csak higgy. Mert Isten, amikor elkezd dolgozni, mindig felforgatja az eseményeket. Szóval nem azért jöttem, hogy békét hozzak. Mert nem fogok békét kötni egy olyan szívvel, amiben még az ellenség munkája ott van. A harmadik nagyon fontos, hogy Isten minden segítséget megad neked, ha szükséged van segítségre, de helyetted semmit nem fog elvégezni. Neked kell kimondani, neked kell oda menni, neked kell elmondani, neked kell leleplezni, neked kell beszélni, ezt neked kell megtenni. Amit te nem tudsz megtenni, abban Isten adni fog emberi segítséget is, és isteni segítséget is, mondja egy ámen. De amíg nem használod fel azt, ami nálad van, Isten nem fog tudni adni a sajátjából. Mert a hit ezt mondja, hogy hittel kilépsz, és amit van, azzal elindulsz. És akkor Isten fog tudni gyógyítani. A következő nagyon fontos dolog a türelem. Hogy legyen a szívedbe türelem, mert Isten munkája az lassan zajlik az ember életébe, és vannak néha nagy radikális szabadítások az ember szívébe, de a legtöbbször Isten nagyon-nagyon módszeresen, lépésről lépésre halad előre, és türelem kell. Isten türelemmel van irántunk, és nekünk is tűrni kell, mert mi úgy gondoljuk, hogy egy pillanat alatt megszabadít az Isten mindenből. Valaki egyszer odajött hozzám, és azt mondta, pásztor, én találkoztam az Úr Jézussal, és most már mindenben tökéletes vagyok, szent vagyok. Mondom, én azt elhiszem az Úr Jézusban. De te veled mi a helyzet? Én abban is. Na mondom, a büszkeség meg a beképzeltség már az benned van, az biztos. Meg egy kicsit vak is vagy. Mert Jézus Krisztus benned szent és tökéletes. És általa te is az vagy. De a természetedbe, a szívedbe ott vannak nap mint nap azok a dolgok, amik téged befolyásolnak rossz irányba. És következő nagyon fontos dolog, hogy ahol a titkok napvilágra jönnek az életedbe, tudd meg, testvér, hogy ott leszel a legerősebb. A titkok beteggé tesznek bennünket, amiket elrejtünk Isten előtt. Azok lehúznak bennünket, de amikor napvilágra hozzuk, és az Isten lelke elkezd dolgozni az életembe, azt vettem észre, mikor megszabadít az Úr, mikor meggyógyít az Úr, ott leszek a legerősebb, dicsőség Istennek. Olyan büszke leszek rá, és még az emberek is észre fogják venni, hogy József, megváltoztál. Aztán nagyon-nagyon fontos ez is, hogy az Istennek nagyon fontos, lehet, hogy neked nem annyira fontos, de Istennek nagyon fontos az, hogy a legtöbbet hozza ki az életedből. Tehát ő azt szeretné, hogy a te életed kertje a legjobbat teremje, a leggazdagabban teremje, a legáldottabb legyél. Te azt mondod, hogy jó, nekem ez az élet úgy, ahogy van. Isten pedig akar neked egy kitűnő életet adni. Egy olyan életet, amit egyedül nem értél volna el, és az ő szabadítása nélkül még a nyomába se értél volna. Milyen csodálatos dolog az, amikor Isten végzi a munkát az ember életébe. Egy olyan kitűnő életet kapunk az Istentől, amit álmodni se álmodnánk. Nagyon-nagyon fontos. És nagyon fontos az is, hogy tudd meg, hogy Isten szeret téged, és nem fogja abba hagyni. Ha te Isten szereted, mondom neked, Isten nem változik meg. Nem fogja abba hagyni. Próbál így, próbál úgy, mert szeret téged. És mindent el fog követni azért, hogy kihozzon a gyengeségeidből, kihozzon a sötétségeidből és a betegségeidből a szívedben. És szabadságra juttasson el téged, hogy a szívedben ne legyen szégyelni semmi olyan, amit szégyelsz már, mert megbeszéltél mindent Istennel, és szabad legyél a szívben. Miért prédikáltam erről? Térjünk rá akkor az abcserre. Ez volt a fele az igehirdetésnek. Mert ezek az emberek, akikről itt olvasunk, Pál és Sílás, sok mindent szégyeltek a szívükben, mielőtt meg nem tértek.
Pál Saulnak hívták, és rendkívül sok minden szégyelt. Le is írja, hogy mennyi minden szégyelt az életbe, mennyi minden, és én hiszem, hogy csak egy töredékét írta le, amit ő szégyelt, de Pál és Sílást Isten megszabadította a szívében. És olyan emberekről olvasunk itt, és látjátok, azt mondtam, hogy a dolgok mögé fogunk nézni, hogy a Szentlélek szabadsága hogyan működik az emberek életében. Ezek olyan emberek voltak, akiket Isten a szívükben megszabadított előtte. Ezek az emberek megszabadultak a szívükben, és miután megszabadultak a szívükben, Isten hatalmasan tudott cselekedni az életükben. Nézzük végig, gyertek velem együtt gyorsan, szeretném ezt megmutatni. Ugye ezek az emberek, hogy szabadon mozognak, ugye mennek és hirdetik az evangéliumot, és az első dolog, ami kiderül, hogy van itt egy piros lámpa, egy sárga lámpa és egy zöld lámpa. Észrevetted a történetben? Ki tudja nekem megmondani, hogy hol van a piros lámpa? Eltiltja őket a Szentlélek, hogy menjenek Ázsiába. Mi volt a sárga lámpa? Segítek. 7. vers. Misszió felé mennek, igyekeztek vala Britinniába jutni, ez volt a következő cél, de nem eresztette őket. Akkor már nem tiltott őket a Szentlélek, csak mondta nekik, hogy várjatok még, nincs itt az ideje. Ez a sárga lámpa. A zöld lámpa pedig jön az látás és az állam Istentől, hogy Spanyolországba kell mennetek. Makedóniába jött el az idő, hogy menjetek, és azt szeretném, hogyha engedelmeskednétek nekem, mert ott akarlak benneteket használni, és ugye látásban látja Pál, hogy jön egy makedón, egy spanyol férfi, aki mondja neki, gyere ide hozzánk, segíts nekünk. Ha a szíved nem szabadul meg a kötelékektől, nem fogod tudni igazán a Szentlélek vezetését elsajátítani soha. Azok az emberek tudnak a Szentlélek vezetésébe élni nap, mint nap, és szerinted fontos a Szentlélek vezetése? Akik, és azok tanulják meg a piros, a sárga, meg a zöld lámpát, mert igenis, a Szentlélek úgy irányítja az embert, mint egy közlekedési lámpa. Jelez! Mutatja a dolgokat. De igazán észrevettétek, hogy az ember csak abba tud engedelmeskedni, csak abba tudja a Szentléleket felismerni, amiben szabad. Amiben az ember megkötözött, amiben az ember beteg, nem látja meg Isten akaratát, nem veszi észre a jelzéseket, a Szentlélek nem fogja tudni őt vezetni. És már is itt vagyunk. Mi a célja a Szentléleknek a mi életünkben? Több minden, de az egyik nagyon fontos célja, tudod micsoda? Szabadságra akar téged elvinni, mert csak úgy tud téged vezetni. Ha nem vagy szabad, nem tud vezetni. Nincs értelme egy olyan embernek mondani, hogy gyere ide, gyere oda, aki meg van kötözve. Próbáld ki magad. Kötözd meg a lábad, meg a kezed, és utána mondd meg a férjednek, a feleségednek, hogy kérjen meg, hogy főzzél ebédet. Meg fogod tudni csinálni? Nem tudod megcsinálni, hiába akarod. Mert a kötelék a kézem van és a lábam. Ezért Isten először szabadságot hozott a szívekbe Pálnak és Sílásnak. Szabadságot, hogy semmi ne kötözze őket a szívükbe, és nézzétek meg, hogy milyen csodálatosan ismerik fel a piros lámpát, a sárga lámpát és a zöld lámpát az életükben. Hányan vágytok, hogy így vezessen a Szentlélek bennetek? Akkor először meg kell szabadulni. Szabadságra jutni a szívben. Miért? Mert nagyon gyakran megesik az, amikor a Szentlélek valamit mutat egy embernek, ha észre is veszi, mi történik? Gondolkodik rajta, ellenkezik, kritizálja. Nincs értelme az ilyen embert vezetni, hiszen benne van a kötelék. És az az ember, aki meg van kötözve, az nem fog dolgozni Istennek. Ezért mondtam nektek, hogy Pál és Silás megszabadult a szívében. A Szentlélek eljött az életükbe, betöltött őket, munkát végzett az életükbe, és felszabadított őket, Pál is szembenézett az életébe az összes sötétséggel. Szembenézett az összes megkötözöttségével. Szembenézett az összes bűnös tetteivel, és megbeszélte a Jóistennel, és olyan csodálatos, hogy eljutott a szív szabadságába, amikor már nem volt a Pál szíve beteg, és nem volt megkötözött, hanem szabad volt a szív. Nagyon fontos dolog, ugye mi a piros lámpa a Szent Szellemtől? Ugye, itt azt mondja az ige, hogy eltiltotta a Szentlélek őket, hogy menjenek Ázsiába. Tehát nagyon fontos, észrevetted már az életedben, hogy mitől tilt téged a Szentlélek?
Nekem van néhány dolog az életben, amitől tilt a Szentlélek, és észrevetted, hogy a Szentlélek mindenkit, először is a Szentlélek tudja az Isten igéjét, ő írta, és tudja, hogy az ige, mi az igazság, és attól tilt bennünket, ami a hazugság, és ami a bűn. Az egyiknek bizonyos dolgokat megenged. Most értsétek jól, nem a bűnökről beszélek, mert a bűn bűn. De néhány dologban például a Szentlélek azt mondja, ebben szabad vagy, neked viszont nem engedem meg. Miért? Mert alkoholista voltál, és egy korty alkoholt se igyál. Mert nem akarom, hogy visszaessél megint testben. És megkötözön téged az alkohol, ezért jobb, hogyha nem iszol semmit. Neked nem engedem meg, hogy igyál. Először kell, hogy Isten megszabadítson az alkoholtól. Kell, hogy megszabadítson a hazugságtól. Kell, hogy megszabadítson a sötétségtől, a titkos dolgoktól. Hogyha ezt megteszi, akkor utána a Szentlélek azt mondja neked, ezt most már nem engedem meg neked. Ettől eltiltalak. Hányan vagytok, akik felemelitek a kezeteket, és azt mondjátok, igen, már hallottam, hogy a Szentlélek néhány dologtól tilt engem. Minden olyan ember, aki a szívében felszabadul, elsősorban tudja, mi a tiltás az életében. Isten azért szabadít meg, hogy abban a szabadsággal élni tudjál. Ugye egy megkötözött embernek hiába mondjuk, hogy ezt teheted meg, ezt nem fogja tudni megcsinálni. Pálék már szabadok voltak, és azt parancsolta nekik a Szentlélek, oda nem mentek, azt nem tehetitek, de figyeled, és most mondom, hogy akik a piros lámpát figyelembe veszik a Szentlélektől, és a sárga lámpát, és majd ezt is fogunk mindjárt mondani, mi a sárga lámpa, azoknak mindig lesz zöld lámpa. Tudod, hogy az Isten nem ad piros és sárga lámpát zöld lámpa nélkül? Tehát amikor valamitől eltilt, ez azt jelenti, valaminek azt mondja, hogy nincs itt az ideje, akkor mindig következik, hogy mit akar az Isten. De nem fordítva. Ha te nem fogod a piros lámpát figyelembe venni, nem fogod a sárga lámpát figyelembe venni a Szentléleknek a vezetésénél, akkor a zöld már el sem érkezik. Ezért van, hogy nagyon sok ember nem tudja, hogy Isten mit akar az életébe, mert a tiltásnak nem engedelmeskedett, mert tele van kötelékkel, és nem tudja megtartani, hogy mit nem szabad. Nem tudja a szabadságát érvényesíteni, ezért a Szentlélek nem is mondja neki, hogy mit szeretné. Ezért először a piros lámpánál meg kell állni, a sárga lámpánál figyelni kell, és aztán jön, ha valaki ebben a kettőben hűséges, jön a zöld lámpa. Mi a sárga lámpa? Az az, aminek még nem jött el az ideje. Te is akarod? Jártál már így? Isten is akarja, de nem most. Majd én szólok. Sárga lámpa. Még nem volt zöld. És a zöld lámpa pedig jött egy látomás formájába, dicsőség az Úrnak, és ezek az emberek el tudták venni az Istennek a vezetését az életükbe. Tudtok még figyelni? Remélem, igen. A következő. Azt mondja a Szentlélek Páléknak, hogy mivel már szabadok vagytok, és tudlak benneteket használni, mert a szellem szabadságába akar Isten bennünket elvinni, hogy tudjon minket használni, ide, oda, ebben, abban, amabban, mert a szabad embereket tudja Isten használni, igazán, hatékonyan. Figyeld meg, jön Európa legelső városa. Európa legelső városa Filippi volt, ahol az evangéliumot bevitték Pálék. Hányan vagytok hálásak, hogy Európába is eljött az evangélium? Ez azért volt, mert volt négy ember. Ebben a csapatban, amiből egy Pál csapatáról beszél az ige, négyen voltak. Négyen voltak, akik szabadok voltak a szívükbe, és négyen voltak, akik vették a Szentléleknek a jelzését, és tudtak engedelmeskedni Istennek, mert szabadok voltak. Ahol az Úr lelke, ott volt a szabadság az életükben. Dicsőség Istennek, és ők elhozták az evangéliumot Európába. Filippibe először, a legelső város, amely bevette az evangéliumot Európába, Filippi. A legelső ember, aki megtért, Lídia. A legelső város, és a legelső ember, aki megtér, Lídia. Egy asszony. Kereste az Isten, már istenfélőnek nevezi a Biblia őt, de nem volt élő hite. És mikor hallotta az Istennek a szolgáit bizonságot tenni, Lídia megtért és újjászületett. Dicsőség Istennek, hányan mondtak halleluját? Ott, kint, a folyóparton, 2 kilométer a várostól folyt ez a folyó, és ott beszélgettek az asszonyokkal, és hogy bizonságot tettek Isten szolgáit. Tudod, sokszor van az, amikor nem térnek meg emberek körülöttünk azért, mert mi sem vagyunk engedelmesek az Istennek.
Én azt mondom, hogy sokkal könnyebben térnek meg az emberek, ha te engedelmes vagy az Istennek. Ha te engedelmes vagy az Istennek és szabad vagy, akkor nagyobb arányban, gyorsabban fognak körülötted az emberek megtérni. És ahogy Lídia hallgatta ezeknek az embereknek a bizonságtételét, látta, hogy ezek az emberek átélésből beszélnek, tapasztalatból beszélnek, valóságot beszélnek, nem mese ez. Ereje volt a bizonságtételüknek. A hitelesség ott volt az életükben. És akkor megtért, újjászületett ez az asszony, dicsőség Istennek, és csodálatosan elkezdődött az evangélium ebben a városban, pedig nem is ebben az városban élt Lídia, hanem egy üzletasszony volt, ugye a legelső megtérő Európában egy üzletasszony. Azt mondja az ige, hogy befogadta ezeket az embereket, és rögtön felismerte, nézd meg, ahogy Isten megszabadította őt, újjászületett, és elkezdte a Szentlélek a munkát, rögtön felismerte, hogy mit kell tennie. Ne menjetek Isten szolgálja sehova, gyertek az én házamba, az én házam az Úr háza, és ti itt fogtok lakni. A következő nagyon-nagyon fontos rész, hogy miután ez az asszony megtért, megjelent az ördög is. Az első asszony Lídia Istentől volt, a második hölgy, ez a jövendőmondó lányka, ez pedig az ördögtől volt. És ezért is nagyon fontos, hogy szabad legyél, remélem mondasz majd egy áment, mert ha szabad vagy a szívedben, akkor uralkodni tudsz a sátáni dolgok felett. Uralkodni tudsz a megkötözött dolgok felett, uralkodni tudsz a démonok felett, érted? Nézd meg, hogy Pálék hogyan uralkodtak. És miután a Szentlélek vezette ezeket az embereket, figyeld meg, szabadon irányította őket jobbra-balra és irányította az életüket, megtért a legelső asszony, a legelső város bevette az evangéliumot, elkezdődött az első európai gyülekezet vele Lídiával. Figyeljétek, mi történt? Megtörtént a legelső szabadulás, a sátán egyik papnője ott megszabadul. Tudod, hogy mikor vágysz arra, hogy megtérjenek és megszabaduljanak az emberek, akkor elsősorban az kell, hogy te is szabad legyél. Nem lehetnek titkok, nem lehetnek sötétségek, nem lehetnek, kimész a világba, a Szentlélek irányítani akar az ő lámpáival téged, irányítani és vezetni akar téged, hogy szabadon engedelmeskedhessél neki, és el akarja, hogy vigyed az evangéliumot olyan helyekre, mert az Isten téged akar küldeni. Hatékonyá akar téged tenni abban a városban, abban a munkahelyen, ahol élsz. És utána pedig meg kell küzdened az ördögi dolgokkal. Mert ahol Istennek a lelke munkálkodik, ott jelenkezni fog. És hányan vettétek észre, hogy az életünkben nagyon sok ember vesz bennünket körül. Hányan vagytok hálásak az emberekért. És vannak olyan emberek, akiket Isten küld, és ritkán előfordul, hogy van kifejezetten egy-két olyan ember, akit a sátán küld, hogy kínozzon bennünket. Egyszerre. Neked ezt föl kell ismerni. És látnod kell a mögötte lévő lelket. Nem azt az embert kell gyűlölni, meg haragudni, aki téged bánt, hanem látnod kell, hogy mint Isten felkentje, mint akit a Szentlélek megszabadított, és veszed a mennyei jelzéseket, és irányít téged a Szentlélek, mert szabad vagy, képes vagy most már mozdulni a Szentlélekkel, látnod kell, kik az Isten gyermekei körülötted, kik azok, akiket Isten küldött köréd, és kik azok, akik közömbösek, átlagos emberek, és kik azok, akiket a sátán küldött köréd. És nem erővel fogsz megküzdeni, nem fizikai erővel fogsz megküzdeni, mert Isten, figyeljetek ide, és nagyon örülni fogtok ennek, amit mondok, Istennek az a célja, hogy a körülményeidben is egy nagy szabadulást hozzon el, mondj egy ámen. Az a csodálatos, hogy a Szentlélek munkája jobbára rajtad keresztül fog végigmenni, és a benned lakozó szabadság, a benned lakozó erő, a benned lakozó Szentléleknek a kenete fogja megtörni az igát. Ez a titka. És ezért Pálék felismerték, hogy ez a lány ezzel a szellemmel van megtelve, és megdorgálták Apolló Istennek a szellemét. Megdorgálták ezt a gonosz démont, és abban a pillanatban kiment belőle. És mivel ez a nő ebből élt, hogy profétált, ezért nagyon megharagudtak a tulajdonosok. És mi történt ezután? Miután megharagudtak a tulajdonosok, három dolog történt. Az első, botozás, börtön és börtönő. Hányan szeretnétek ezt? Senki nem akarja, én se akarom. De észrevetted, hogy amikor a Szentlélek téged felszabadít, muszáj konfrontálódni néha az életbe? Észrevetted? Ne ijedj meg ettől. A Szentlélekkel teljes emberek
nem keresik a bajt, hányan mondtok ám, mi nem keresik a bajt, mi nem keresik a feszültséget, de amikor bemész egy olyan helyre, ahol démonizált emberek vannak, és különösen megkötözött emberek, ne várd, hogy simogatni fognak téged. Hogy amikor beszólnak neked és megsértenek téged, akkor jaj, hát én semmi rosszat nem tettem, én csak jót tettem velük. Lásd meg, hogy itt a gonosz munkálkodik. Szeresd azt az embert, és imádkozni fogsz érte, hogy megszabaduljon. Mert félrevezet a sátán, és pillanatok alatt sértődve odébbálsz, pedig téged akart küldeni Isten, hogy az akkori, az ottani vidéknek a gonosz embereit kiszabadítsa rajtad keresztül. Én nem voltak sértődősek, figyeljetek, Pált megverik. Először is figyeld meg, a szellemember hogy viselkedik. Nem sértődik meg, elviseli. Hányan vágytok ilyen kenetre a Szentlélektől, hogy fölvállalni, elviselni az áldozatokat, amik muszáj, hogy fölvállaljuk. Hányan éltetek már olyan időszakot az életetekben, hogy az ellenség készített egy csapdát? És szeretett volna bezárni benneteket a börtönbe. Szeretett volna egy olyan körülmény, szeretett volna egy olyan helyzetet előállítani, hogy te azt higgyed el, hogy ebből soha ki nem jössz. Egy olyan szituáció, egy olyan helyzet, egy élethelyzet, nincs megoldás, bezárt bennünket. A gonosz körbezárt bennünket. Börtön következik ártatlanul. És amikor a börtön következik, mi történik utána? Jön a börtönőr, ugye, és a legmélyebb börtönbe zárja őket, és mi történik Isten szolgáival? Figyeljetek! Éjfélkor, amikor a sötétség ideje eljön, és mindenki alszik, és mindenki elkeseredve a sebeit nyalogatja a börtönbe, ők imádják Isten Szent Szellem által. És itt jön a titok, ezért prédikáltam ma. Mert ez a lényeg, amit most fogok mondani. Amikor egy ember szabad, azt nem lehet börtönbe tartani. Tudod, hogy az utcán ma sok olyan ember sétál, akik fizikálisan szabadok, de mivel a szívükben megkötözöttek és börtönben élnek, ezért ők vannak igazán börtönben. De az a keresztény ember, aki a szívében szabad, és az Isten őt megszabadította, meggyógyította a szívébe, azt nem lehet semmiféle módon akadályozni, mert Isten úgy is kiszabadítja. De ha neki még van küldetése, neki még van útja, ha ő egy szabad ember, és nézzétek, mit csinálnak. Hányan lelkesedtek ezért az üzenetért? Ezek az emberek éjfélkor dicséretre kezdenek. Nem volt zenekar, ugye a kezük meg volt, kalodába volt, lábuk kalodába, kezük kalodába, a börtön legmélyebb bugyrába, azt jelenti, hogy ezek ilyen barlang börtönök voltak jobbára, hogy a legmélyebb pontjára helyezték el őket. És képzeljétek el, mint a medve úgy hallatszott fel a dicséret, ahogy ott kongott az a barlang. És azt mondja Isten, hogy azért szabadítottalak fel, hogy az élet börtöneiből kiszabadítsalak. Hogy nem csak téged, hanem akik ott ülnek és figyelnek téged, rajtad keresztül kiszabaduljanak. És milyen csodálatos esemény történik, figyeljetek! Dicsérítik Isten, imádkoznak, imaösszövetelt tartanak. El tudjátok képzelni? Akkor most énekeljük a 20. éneket, jó? Énekeljük azt, hogy magasságos az Isten. Jó, akkor most imádkozzunk, gyere! És nincsenek elkeseredve, magasztalják az Urat. Dicsőítik Isten, mert szabadok a szívükben, és bezárhatták őket a börtönbe. Lecsukhatták, csináltak, amit akartak, de ők akkor sem voltak rabok. És erre jöttek rá a többi rabok, hogy itt vannak emberek, akik nem vesznek tudomást arról, hogy a börtönbe ülnek. Miért nem vettek tudomást erről? Azért nem vettek tudomást, mert soha nem voltak rabok a szívükben. Isten miután megszabadította őket, Pált és Sillást, ezek az emberek szabadok voltak a szívükben. És ők szabadon dicsőítették az Istent. És ahogy dicsőítették az Istent, nézd meg, mi történik? Földrengés. Mondjátok ezt a szót vele. Földrengés. Mit jelent ez a szó, hogy földrengés? És tudod, miért prédikálok? Mert ez nem mese, ez meg fog történni a mi életünkben. Ez meg fog történni a mi családjainkban. Egy mennyei földrengés következik be, amikor a szabad emberek imádkoznak. Egy mennyei földrengés következik be, amikor megrázza a poklot a Szentlélek a te imádon keresztül. És egy olyan földrengés keletkezik ott a börtönbe. Mi történik a földrengés során? Lehullnak a bilincsek, kinyílnak az ajtók. És ugye, hogy mondjak, vetítsünk már ki egy igét, mert annyira fontos. A 42. Zsoltár 8. versét hányan akarjátok velem megnézni? Ez egy csúcsige.
42. Zsoltár. Csúcs. Én nagyon lelkesedek ezzel az üzenetért, mert én ebben már sokszor voltam benne, ebben a helyzetben. Ez nem az. Én azt az igét szeretném, hogy éneke volt velem. Itt annak kellene lennie, akkor lehet, hogy egy verssel odább vagy visszább van ez a vers, majd mindjárt megtaláljuk. Tehát figyelj, amikor téged a körülmények börtöne bezár, amikor téged a problémák nehézsége körbevesz, és te a szívedbe szabad vagy, az első dolog, amit megtapasztalsz, hogy az éneke van veled. Azt jelenti, hogy énekel a Szentlélek benned, annak ellenére, hogy tele vagy nehézséggel. Azt veszed észre, hogy a Szentlélek hálaadást. Igen. Ezt a nappal kiküldte a kegyelmét az Úr, az éjjel pedig az éneke volt velem. Figyeljetek, mi van? Éjjel az apostoloknál ott van a Szentlélek éneke. Elkezdenek éjjel énekelni az éjszaka legsötétebb pontján, a nehézségek legsötétebb pontján ezek az emberek a Szentlélek által énekelnek. A Szentlélek által imádkoznak. És mi történik? Földrengés támaszt az Úr. És mikor arra vársz, hogy az Isten a körülményeidet megszabadítsa, Isten te rád vár, hogy téged megszabadítson. Mikor Isten téged megszabadít, másnap földrengés lesz. Mert teljesen másképp fogsz majd azután imádkozni. Teljesen másképp fogod énekelni a Szentlélek énekét éjszaka, amikor sötétség van, de veled van az éneke. Amikor Isten énekel benned, és tudod, hogy mit énekelt a Szentlélek? Én el tudom képzelni. Jön az Úr, hatalmasan megszabadít. És elkezd a szabadulásnak, a dicséretnek az éneke, és a Szentlélek már dicsőíti Isten előre, amit tenni fog. Nincs elkeseredve az ember, hanem tudja, hogy Isten valamit tenni fog. És megrázza a börtönt, figyeld, lerázza a bilincseket, szétesnek a kalodák, hányan vágyátok ezt, kinyílnak a börtönajtók, mindegyik sorba, szétesik minden, és a Szentlélek úgy kiárad a környezetébe ezeknek az embereknek, hogy a rabok elfelejtenek meglógni. Tehát ott szájjal így nézik az összejövetel. És mindenki szaladhatna, mert elváltak egész életükben, hogy végre meglógjanak a börtönből, minden ajtó nyitva van, minden bilincs leesett, de senki nem megy sehova. Miért? Mert életükben először megtapasztalták a szabadságot. És azt mondták, hiába megyünk ki, hova szaladnánk? Isten az, aki megszabadított bennünket. És ott volt. És ha jön a börtönőr, öngyilkos akar lenni, jön az újabb delikvens, mert vannak az ördögnek olyan emberei, akiket különösen tud használni mások megkeserítésébe, gyilkolásába, foglyulejtésébe. Rendkívül sok eszköze van a sátának, sok pásztora van, sok lelki gondozója van. Ugyanaz azt csinálja, mint mi, csak ő gonosz lélekkel tölti meg az embereket. Prostituáltakat futtatnak ezek olyan emberek, aztán olyan pénzügyekkel rendelkeznek, ami tiszta sötét. Tehát rendkívül sok embert tartanak emberek, ezek a börtönőrök. És az ő környezetében ott vannak az emberek, és ő nem engedi őket. És nézzétek, mi történik, miután földrengés van, jön a szabadság, ahol az Úr lelke, ott a szabadság, leesnek a bilincsek, dicsőség az Úrnak, körülmények változnak, emberek, akik eddig még soha nem láttak ilyet, ott rögtön megtérnek, és a börtönön letérdel egy rabszolgatartó, letérdel Isten előtt. És azt mondja, nem öngyilkos leszek, hanem itt eljön megtérek, és Pál, add ide a lábadat, add ide a kezeidet, és elkezd a börtönről, elkezd a rablógyilkos, meg elkezd a strici, meg elkezd a mafiózó megtérni ezeken a helyeken. Hú! És ott mossa. Figyeled, ha te szabad vagy a szívedben, nincs az a börtön, ami téged fogva tartana, és a körülményeidet Isten rajtad keresztül fogja megszabadítani, emberek fognak rajtad keresztül megtérni, és olyan emberek, akik téged üldöztek és bántottak, szolgálni fognak neked. Erre azt mondja valaki most, ez aztán nagy mese, amiről ez az ember beszél. Ez nem mese. Ahol az Úr lelke, ott a szabadság.
És mi leszünk azok az emberek, akik magasztaljuk majd azon a helyen az Istent, imádjuk minden körülmények között, és bizonságot teszünk, dicsőség az Úrnak, és az Úrral nehézségek között is meg fogja mutatni, hogy mi Istennek a gyermekei vagyunk, és megtérnek meg a börtönőrök is. Azt mondta a Szentlélek, börtönőrök fognak megtérni a következő évben. A Szentléleknek nem az a célja, hogy én szabadon ugrálgassak az Isten tiszteleten csupán. Ez a minimum. Hogy örüljek az Úrnak, az én Istenemnek, és szeressem őt. Hanem az a célja, hogy rajtam keresztül embereket érjen el, és szabadítson meg, és gyógyítson meg, és mentsen meg, hogy bemutassa, hogy mi másképp szenvedünk az élet börtönében. Szabad akarok lenni. És amitől a Szentlélek eltilt, nem megyek, nem teszem, nem akarom. És ez nem kell nekem. És aminek még nincs itt az egyen sárga, nem érett, nem zöld. Azt sem teszem, hanem várom a zöld lámpákat, a földrengéseket, a szellemi, lelki földrengéseket, hogy az Úr tudjon cselekedni. Ha belül szabad vagy, akkor holnap földrengés lesz. De ha nem, legyen először a szívedben szabadság. Ha vagytok itt olyanok, ezt is fölteszem a kérdést, hogy eljutottál már a szellemben egy szabadságra, a szívedben, hogy ne kínozzon a bensőt, hogy megbéküljön magaddal, hogy az életedben ne legyen semmi, hogy rágja a lelkedet. Mert ezből indul ki nagyon sok minden. A szabadságból, amit a Szentlélek hoz létre az életünkbe, hogy fölszabadít bennünket. És az utolsó pedig, hogyha szabad vagy, akkor íme itt az idő, mert Isten mindent azért cselekszik, mert van egy célja, hogy börtön, őrök térjenek meg a következő évben. Ezért fogunk harcolni. Most nem kis kaliberű emberek fognak jönni a gyülekezetbe. Olyan emberek fognak oda bevonzódni, néhányan meg is fogtok ijedni tőlük. De ezek az emberek lesznek a leghűségesebb szolgái majd az Úr Jézusnak. Mosni fogják a gyülekezet lábát, és sírni fognak minden alkalommal, hogy ők megtérhettek az Úrhoz. Íme itt az idő, hogy imádkozzunk. Hányan vágyjátok, hogy a Szentlélek szabadságra vigyen benneteket a szívetekbe? Ezért kell a titkokat leplezni. Ezért kell mindent megengedni neki. Mert Isten az ilyen embereket től megrázza a világot. És hiszem, hogy földrengés van minden egyes helyen. Lelki földrengés van minden egyes helyen, ahol ilyen emberek élnek. Az ilyen emberek dicsőítése, az ilyen emberek imája befolyásolja a környezetet, és a börtönőrök is megtérnek, és a foglyok. És még egy dolgot hagyd mondjam. Ne nézz le az embereket körülötted, akik ott élnek körülötted. Mert azok a foglyok, akik te rád néznek, hogy te hogy szenvedsz. Figyelik a munkahelyen a munkatársait, hogy te hogy csinálod. Figyelik a közlekedésben, amikor jön egy olyan jelenet, hogy te mit csinálsz, amikor majdnem összetörik az autódat. Lehúzod az ablakod, és kiüvöltesz az ablakon, hogy hova menjen az az illető. Érted? Ha neked kárt okoznak, mit csinálsz? Ez az a dicsőséges pillanat, amikor a Szentlélek azt mondja, ha szabad vagy, lehet 10 embert fog kimenteni, mert végre látnak egy hiteles keresztény, hogy hogy kell viselkedni, hogy kell élni. Te nem is tudod, hogy már régen hallgatnak téged. Hallgatják a szíved énekét, nézik az életedet, és reménykednek. Ottól sötétségben ülnek az emberek, az éneke van vele. Isten éneke ott van vele, és énekel. Szabadon. Na, ilyet még nem láttunk. Ha ezt meglátják az emberek, megtérnek az emberek. És a börtönőrök is megtérnek, dicsőség az Úrnak. Áldott legyen az Úr neve. Vakkorusként korban az út szélén, életem ott heven, mi egy nap eljöttél, és megnyílt szemem, hogy végre lássak én, hogy megmutasd rajtam Isten dicsőségét. Mióta megszólítottál, életem téged dicsért. Sorsom a győzelem, mert lelked bennem él. Fiatként volt szám futó, hajlékon nyitva áll, mert szívem megnyitó.
you.